mert itt vagyok a paksi döntőben, vagy döntőben, hát a paksi elődöntőnek a dobogósaival egész pontosan. Borbé Csaba lett a harmadik 5 ponttal 40.270 grammal, Pap Bence Ferenc 4 ponttal 35.950 grammal, és Bánfi Zénó, aki 3 ponttal 39.940 grammal lettek a dobogósok. Először Borbé Csabit kérdezem, hogy mi volt a titka neki a horgászatban, milyen helyeket sikerült húznod, tehát szélső helyről horgászva horgásztad ezt a szép eredményt, vagy pedig pályáról, bentről is. Mi volt nagyjából? Nyilván nagy titokat ne áruljál el, de amit el lehet mondani, azt mondd el. Hát az A3-ba ültem, és a koncepció az 45 méteres táv volt, ami aztán nem vált be, és 11 óra 4-12 fele döntöttem úgy, hogy a láb alatti pecát fogom erőltetni, és amellett ki is tartottam. Tehát a halaidnak a nagy részét te rövid távon fogtad? 7-8 méterre, 7-8 alatt, méterre. Így, és végig. Érdekes, mert én akit láttam ezt próbálni, neki nem jött be, akkor neked pedig bejött. Te mivel etettél esetleg, azt elárulhatod-e a láb alatti pecára? Aqua. Aqua, tehát nem kukoricáztál? Nem. Akkor már itt én láttam, az ő kukoricával szórta meg nagyon vastagon a rövid távot. Első fordulóban, második fordulóban hol ültél? Szélén, vagy pedig kiemelt helyen, vagy nem kiemelt helyen? Az első fordulóban kiemelt hely, a D-szektor, hát nem is tudom, ez most hanyas volt? 33-as, tehát a széle. 33, így van. Tehát a széle mellett ültél, széle az Andor mellett. És akkor ott 12 kiló 60 talán, azt hiszem. Aha. És akkor ott hármast csináltam. Egy hármassal, és akkor ma pedig egy kettessel sikerült. Ma ültél akkor közepén, hogyha tegnap szélen ültél, akkor ma nem kiemelt helyen ültél. Ma nem kiemelt, most A3. A3. Bence, Pap Bencénél vagyunk, ő 4 pontot horgászott. Neked mi volt a horgászatodnak a technikája vagy taktikája? Nekem 2 fő távon volt. Volt egy 36 méter és egy 54 méter. Szerintem a többiekkel ellentétben én tök mást horgáztam, mert én nulla etetéssel és aromás kajával horgáztam. Viszonylag nagy 10-12-es horoggal és 4-5-ös csalikkal. Amit mutatott a pálya, hogy több távról kellett lefogni a halakat, és egy távról lefogták 2-3-4 halat, 2-3 üres dobás után el kellett váltani a távot, mert annyira zavarta a halat a bevitt kaja, csobogás. A csobogás. Tehát 20-as elles kosarakkal horgáztunk, és az nem zavarta annyira. Minimális volt az a bevitt kaja mennyiség, ami az elúszó halakat fogtuk meg. Egyetlen egy aroma volt, ami működött, szerintem a vízszínéhez igazodva egy ilyen nagyon sötét méreg zöld gél, ami nagyon nagy felhőt csinált, erre reagált a hal, többire nem. Ez valamilyen fluó cucc volt? Igen, amit igen. Ez ilyen fluós. De ezt taknyossal telibe szanaszét kellett fújni, és ez valamilyen szinten tudta gyorsítani a kapást. Oké, okay. Hát itt is mutatja a példád is, hogy hát ugyanarra a hegycsúcsra sokféleképpen lehet felmenni. Te egy másik utat választottál. Igen. Jó? És akkor Bánfi Zénót kérdezem, aki megnyerte 3 ponttal. Mondtad, hogy első Mohosz kupád, nagyon örülsz neki, és hogy hát, hogy tegnap nem tudtál egy egyes horgászni, mert az egyetlen lettél volna, aki 2 egyessel nyeri a elődöntőket. Te mit horgásztál, Zénó, el lehet-e árulni? Tegnapi nap a D-szektorban ültem, a szélitől, a belső szélitől a második helyen. Hát tegnap ugye a hideg front egésznapos esővel az felborította az edzési technikát vagy taktikát. Teljesen, és teljesen az ellentétét kellett csinálni. Aqua keverékekkel horgáztam, és pici csalikat használtam. Hát a csalit azt nagyon nehéz voltnak találni ezen a pályán, mivel múlt hét vasárnap is horgáztunk itt egy versenyen. Ott nem tudtuk megtalálni a csalit. A 2 edzésnapon nem tudtuk megtalálni, hát pénteken a utolsó órában találtuk meg, amikor 8-10 kapást tudtunk elérni vele, és akkor onnantól kezdve azzal az egy csalival horgáztam végig az egész versenyt. Hát annyit elárulhatok, ez egy ringelsz csali. És tegnap nagyon bíztam az egyes helyezésbe, de sajnos a
lefújás előtt egy vesztett hallal leestem a dobogó felső fokáról. Hát aztán nézem, a mai napra a B-szektort húztam, ugye én még soha nem horgáztam. Mondták, hogy az a halálszektor, oda ne kerüljél. Pont a közepe ráadásul. Mindenki ottan elúszik, minden, hát jó van, mindegy. Kisorsoltam a B-12-t, leültem, mondom, lesz, ami lesz. Hát ugyanazt a taktikát választottam, mint tegnap. Ami nem jött össze. Hát végül is most már el lehet mondani, bent 60-on kezdtem, onnan lehúztam 5 dobásból 4 halat, amiből 3 ponty volt, annak vége lett. Hát egyből visszajöttem 55-re, ott is vége. Semmit nem fogtam, visszajöttem 45-re, ott se volt kapásom, visszajöttem 31-re, ott se volt kapásom. Hí, mondom, akkor itt most nem tudom, mi lesz, mondom, nézzük meg 10:30-kor a lógatót. Belógattam, hát hozzáteszem, hogy nagyon megetettem. Tehát a 10:30, akkor egy fél órát pihent körülbelül, nem is sokat. Az volt az elképzelésem, hogy nem is etetek, mert ennap 12:30-kor ráetettem, 2 tábomra teljes meghalt, és akkor reggel nagyon beetettem. Berobok, húzza. Hát végül azt hiszem, 10 pontot bírtam leszedni a rövidről, és próbálgattam még, ugye voltak, amikor ugye minden tavon van, egy óra vagy másfél, mikor mindenki küszködik, és hát azt nem bírtam áthidalni én se. Próbálgattam új távokat, nem sikerült, de végül is így meglett az egyes mai nap, így 3 ponttal a dobogó legfelső fokára felállhattam. Hát gratulálok hozzá, és hát mindannyiótokkal a középdöntőn találkozunk, ugye nem sokára majd sorsolunk, remélem, hogy bárhova kerültök, jöttök, nem mondjátok le. Én biztos. És akkor találkozunk a középdöntőn. Köszönöm szépen, sziasztok!